Nehéz lesz megtalálni a csontvázakat és a kemence tervrajzait. Szinte lehetetlen, de végignéztem az összes lehetséges rejtekhelyet. Az épületekbe belépni nagyon veszélyes. A zárt tér sohasem biztonságos hely. Bárki bemehet, és a falak miatt nem láthatod őt. Szerintem az üvegház jó megoldás lehet. Az üvegen keresztül előre láthatod a veszélyt, könnyen el lehet rejtőzni, és két kijárata is van. Szerintem ott keresgélj. A karavánunk lassan haladt előre, és ez döntött romlásba minket. A támadás teljesen váratlan volt. Három ember és én maradtunk ki a harcból. Gyorsan felkaptunk valami értékeset, és elszaladtunk a többieket hátrahagyva. Gondolom, mind meghaltak, de legalább hősiesen harcoltak. A megbeszélésen elhatároztuk, hogy megpróbálunk egyeségre jutni az idegenekkel. Louis azt mondta, hogy majd viszi a fehér zászlót, és megpróbál tárgyalni. Nincs olyan civilizáció a világegyetemben, amelyet ne lehetne lefizetni. Louis nem tért vissza. Már csak hárman maradtunk. A következő megbeszélés nem hozott eredményt. Az egyetlen ötletünk az volt, hogy váljunk szét, de egyedül egész biztosan gyorsan meghalnánk, azon kívül valakinek cipelnie kell a rakományt is. Ez a temérdek energiacella egy vagyont ér. Találtunk egy helyet, ahol néhány ember rejtőzött. Nők, gyermekek és két férfi. Nem beszéltünk velük. Nem tudnak rólunk. Marcosnak volt egy olyan ötlete, hogy ha rájuk küldjük az idegeneket, szabad utunk lesz és elhagyhatjuk a bioszférát. Élelmünk és biztonságosan átgondolhatjuk, mit tegyünk. Az idegenek megtaláltak, gyülekeznek az üvegház körül. Nincs esélyünk. Marcos, talán
talán ki tudnánk ugrani a másik kiáraton. Állj, várj! Akkor az egész vagyon elúszna. Még arra sincs időm, hogy elássam a kincseimet. Üzened Andreastól az A bioszférának. Nálam van egy molekuláris kemence tervrajza. Remélem nem eszik majd meg. Marcos, figyelj! Ott vannak mögötted! Marcos! Ó, Isten, kérlek, segíts! Hagyjatok!